Horváth Vorbála Ágnes, akit Ambrus Sándor díja jutalmazott Dombovár önkormányzata művészeti tanulmányait Klarinét Szakon a Dombovár belvárosi általános és alapfokú művészeti iskola növendékeként végezte. A hangszervel életemben először akkor találkoztam, amikor a Gárdonyi Géza általános iskola alsó tagazatába jártam. Ö, első, első osztályos voltam, amikor elkezdtem furuljázni. Majd amikor második osztályos lettem, akkor Pápa István tanár úr megkeresett azzal, hogy mi lenne, ha kipróbálnánk a klarinétot. Elsőre sikerült megszólaltatnom, és akkor döntöttem úgy, hogy, hogy ezzel szeretnék később is foglalkozni. Klarinét tanára 2016-2017-es tanévtől Tótoda Eszter volt, aki számos versenyre készítette fel, ahonnét rendszerint szép eredményekkel tért haza. Számos díja mellett a legutóbbi a 2021-es Danubia Talent Wiener Klassiker nemzetközi zenei versenyen elért második helyezése. Persze volt olyan időszak, amikor, amikor, nem volt kedvem gyakorolni, és nem is jöttem be. Ez talán, talán akkor volt, amikor átkerültem a tanárnőhöz, akinél öt évet tanulhattam, és nagyon hálás vagyok neki. Sok mindent tanultam tőle. Borcsi mindent elkövet annak érdekében, hogy zenei álmait megvalósítsa, többek között 2018-ban például a szimplán nagyszerű klarinét szakszofon szakmai napon Horn András mesterkurzusán vett részt. Az igazi nagy álmom az, hogy szólista lehessek, amikor felnőtt leszek, és, és próbálkozom fejlődni. Nagyon sokat gyakorlok, most kezdtem szeptemberben az évet a Pécsi Művészeti Szakgimnáziumban, Vadics Miroszláv tanávúrnál. Vele fogok közösen dolgozni, és próbálkozom mindent megtenni annak érdekében, hogy a legjobbat hozhassam ki magamból. Ez jár lemondással sajnos. Nincs annyi szabadidőm, viszont azt csinálom, amit szeretek, és ez, ez számít a legjobban. A fiatal tehetség legnagyobb erénye muzikalitása, elemi erővel árad belőle a zene, az Ambrus Sándor díjat egy nagy elismerésnek tekinti. Amikor megtudtam, hogy megkapom a díjat, nagyon örültem. Ez egy nagyon, nagyon nagy elismerés számomra. Ez nekem azt jelenti, hogy amit, amit csinálok, az, az jó, jó irányba haladok és próbálkozom a későbbiekben is így, így tenni. Tehetségére hazánk művészeti szakgimnáziumainak tanára is felfigyeltek, aminek köszönhetően több intézménybe, többek között a Pécsi Művészeti Gimnázium és Szakgimnáziumban is részt vett meghallgatáson. 2021 őszétől itt folytatja tanulmányait. A zene számomra mindent jelent, és aki, aki szeret zenélni, annak, annak, nagyon tudom ajánlani ezt a pályát, mert az ember szerintem akkor érzi a legjobban magát, amikor azt csinálja, amit szeret, és ebben teljesen ki tud bontakozni. Horváth Borbála Ágnes a különböző versenyeken és mesterkurzusokon való részvételen túl, rendszeres fellépője Dombovár kulturális eseményeinek szólóban, kamarazenei formációkkal és a Dombovári Ifjúsági Fúvorzenekar tagjaként egyaránt.